Jó napot kívánok! Önök a Pécs TV Munkavilága című műsorát látják. A legfrissebb adatok szerint Magyarország esélyegyenlőségi mutatói Görögország után a legrosszabbak az Európai Unióban, a 26. helyen állunk. Egy európai kutatás szerint a legnagyobb egyenlőtlenségek a nők és férfiak között, főként a családdal töltött időben, a döntéshozói pozícióban, az oktatásban és a munkaerőpiacon eltöltött időben mutatkoznak meg. 17%-kal több a jelenleg a nem foglalkoztatott nő, mint férfi, és a nők többnyire alacsonyabb pozíciókban dolgoznak. Látható különbségek vannak a háztartások területén is, ahol a nők 56%-a főz és végez házi munkát naponta, ugyanakkor a férfiak csupán 14%-a segít aktívan a háztartásban. Ugyanakkor egy magyar kutatás szerint Magyarország a második helyen áll Finnországgal, azon a listán, amely a nők lehetőségeit vizsgálta az Európai Unióban. A nagy mérések és számok mellett nézzünk rá arra a következő fél órában, ami testközelben van. Vendégem Pernyés Zsuzsanna, Humán Innovációs Központ alapítója és ügyvezetője. Zsuzsa, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szóval egymásnak ellentmondóak ezek az eredmények, amik az uniós, illetve a magyar kutatásokból jönnek ki, és nem is tisztünk ezt elemezni, és nem is fogunk ilyenbe belekezdeni, hanem inkább tényleg testközelből nézzük meg azt, amit te tapasztalsz évek óta már a saját területeden. Egy uniós pályázat volt Munka és Család címmel, amelynek keretében Pécsett létrejött egy nőközpont, a nők munkaerőpiaci helyzetének javítása. Volt ennek a célja, számtalan aktivitással működtek idén februárig, akkor járt le ez a pályázat, és hasonló az a karrierközpont is, amit ti hoztatok létre, a Nyugat-Baranyai Család és Karrier Központról van szó, ez Szigetvár és Selje Szentlőrinc térségében működik. Mesélsz a ti tapasztalataitokról? Nagyon szívesen. Egy nagyon picit visszakanyarodnék azért ehhez az első kérdéshez. Azt gondolom, hogy a nőknek ez a fajta hátrányos helyzete, ez a fajta családban betöltött, munkával töltött ideje, és ami leköti az ő energiájukat, idejüket, és a munkavégzésben e tekintetben hátrányos helyzetben vannak. Ez egyébként mindenhol a világon jellemző. Tehát nyilván vannak kutatások, amelyek ezeket a hátrányokat vizsgálják, de alapvetően ez elmondható. Tehát mindenhol igaz ez, hogy a nőkre nagyobb teher hárul, mint a férfiakra, nyilván a gyerekszületésből kifolyólag, a gondozásból kifolyólag, ami akár idősebb családtagokat jelent, tehát ez a teher, ez megjelenik. Országonként eltérő, hogy hogyan tudják ezeket a terheket úgymond enyhíteni, hogyan lehet ezeket kezelni. Nagyon sokféle módszer áll rendelkezésre, van intézményrendszer, és az az izgalmas ebben, hogy például Magyarország intézményrendszerek tekintetében egy nagyon jól áll. Tehát van bölcsöde, van óvoda, tehát a kisgyermekeket tudja fogadni és szakszerűen gondozni ez az intézményrendszer. Alapvetően van egy nagyon jó szociális ellátórendszerünk, tehát akár az idősebb hozzátartozóknak a gondozása ezen keresztül meg tud valósulni. Az Egyesült Államokban például ez egy sokkal nehezebb dió. Ott például ezek az intézményrendszerek nem hozzáférhetőek, vagy csak egy bizonyos jövedelmi szint fölött hozzáférhetőek. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon színes kérdés, és érdemes ezt a saját környezetünkben vizsgálni. Tehát, hogy mi a saját környezetünkben, hogyan tudjuk ezt kezelni, hogyan tudunk tenni annak érdekében, hogy ez jobban működjön. És tulajdonképpen maga ez a projekt, hogy akkor így rákanyarodjak erre a projektre, ez is egyfajta eszköz volt arra, hogy ezt jobban tudjuk kezelni. Mi a helyzet ott azon a vidéken, hogyha a nők munkaerőpiaci helyzetét vizsgáljuk, akkor vannak-e speciális pontok, amik ott jellemzőek kifejezetten? A Nyugat-Baranyai területről beszélünk? Mindenképpen egy nagyon hátrányos helyzetű térségről beszélünk.
Szigetvár is, a Sellyei járás is beletartozik a leghátránsabb helyzetű térségekbe Magyarországon. Talán Szentlőrinc egy nagyon picit jobban áll, de csak a Pécs közelsége miatt. Ebből kifolyólag alapvetően hátrányosabb helyzetű munkaerőpiaci szempontból. Ami még izgalmas, az apró falvas település szerkezet, ami a mobilitást akadályozza, tehát ez miatt például nagyon sok hölgy nem tud munkát vállalni, mert nem tud bejutni azokba a központokba, ami akár Szigetvár, Szentlőrinc, vagy akár Selje. Alacsonyabb az iskolázottság ezeken a kis településeken, és nyilvánvalóan még a központokban is jóval kevesebb az elérhető munkahely. Tehát adott akkor a logisztika, adott az infrastruktúra, adott az a helyzet, amit most felsorolt, elég sokrétű helyzet, egy ilyen eleve meghatározott pozícióban mit tud csinálni egy ilyen karrierpont? Hol kezdi, mihez nyúl? Ez a projekt, tehát nagyon-nagyon sok munkaerőpiaci programot fejlesztettem jó magam is, illetve a mi cégünkkel, szervezetünkkel vittünk végig. Ez a projekt, ez nagyon izgalmas és kiemelkedő a tekintetben, hogy nagyon komplex szolgáltatásokat tudott nyújtani, tehát komplexen fogta meg ezt a témát. Minden oldalával úgymond foglalkozott, tehát foglalkozott a munkáltatói oldallal is, foglalkozott azzal, hogy hogyan lehetne befogadóbb munkahelyeket teremteni, hogyan lehetne kedvező feltételeket teremteni a hölgyek számára. Másik oldalon pedig foglalkozott a hölgyeknek az igényeivel, az ő fejlesztésükkel, az ő lehetőségeiknek a kitágításával, és erre is nagyon-nagyon-nagyon sokféle eszköz állt rendelkezésre. Képzések formájában, akár tréningek formájában, coaching, ami segíti őket mondjuk például a személyes elakadásaik, családi problémáik megoldásában, de voltak nagyon-nagyon praktikus dolgok, például a jogosítványt lehetett szerezni. Tehát az előbb, ahogyan említettem, hogy a mobilitás milyen nagy probléma, azoknak a hölgyeknek, akik például jogosítványt tudtak szerezni, ez egy óriási előny volt. És minden mellett ugye a munkáltatói oldalal is dolgoztunk. A mi projektünkben a Kereskedelmi és Iparkamara volt konzorciumi partnerünk, és ez nagyon nagy segítség volt nekünk ebben, hogy a munkáltatói oldalt is el tudjuk érni, meg tudjuk szólítani. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, tehát hogy egy ilyen hidat képezni. Tehát ez még mindig, ugye már több mint 20 éve megtörtént a rendszerváltás, de hogy ez még mindig egy óriási probléma, hogy a munkáltatók, munkavállalók között valahogy ezt a hidat hogyan lehetne építeni. Munkáltató oldaláról, akkor amikor a női foglalkoztatásról van szó, mik azok a kérdések, amit megtapasztaltál, hogy abban a régióban előtérbe kerülnek, illetve azok speciálisan abban a régióban létező kérdések, vagy lehet mondani, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen általában kezelendő kérdéskör? Azt gondolom, hogy ágazatonként is, szektoronként is nagyon eltérő az, hogy a nők foglalkoztatása hogyan tud alakulni. A termelő ágazatok, a termelő tehát ipar kevesebb női munkaerőt tud felvenni alapvetően, ezek még mindig inkább ilyen maszkulin jellegű foglalkoztatási lehetőségek. Ezek ilyen kékgaléros munkák. Hát igen, tehát alapvetően a szakmaiságukból kifolyólag is, illetve hagyományosan egy ilyen hierarchikusabb, ilyen férfiasabb működés jellemzi őket. Most ezeken a területeken, amik hátrányos helyzetűek, inkább az olyan iparágak a jellemzőek, ami mondjuk egy ilyen bedolgozó ipar, akár egy külföldi cégnek egy bérgyártás, tehát ez, ami a jellemző. Ilyen szempontból itt hátrányos helyzetben vannak a hölgyek, azt gondolom. A hölgyek egyébként, ahol nincsenek ilyen szempontból hátrányos helyzetben, tehát jobban el tudnak helyezkedni, az még mindig a szociális terület, az oktatás, az egészségügy. Ezek egyébként a Szigetvár, Selye, Szentlőrinc térségben is ugyanúgy működnek, tehát itt el tudnak helyezkedni. Itt viszont az a jellemző, hogy alacsonyabbak a jövedelmek. Tehát itt meg akkor emiatt kerülnek ők hátrányosabb helyzetbe. Nyilván az olyan térségekben, ahol más típusú iparágak, szolgáltatások, esetleg high-tech iparágak vannak, ezek jobban föl tudják szívni elsősorban mondjuk a kvalifikált női munkaerőt is. Az atipikus munkavégzés egy olyan terület a munkavilágában, ami leginkább a nők életében tud fontos lenni, és nagyon segíthetné, főleg a gyedről-gyesről visszatérő
hölgyek életét, viszont a munkáltatók nem szívesen foglalkoznak ennek a bevezetésével, eltér a hagyományos foglalkoztatási formától, munkajogi háttér annyira nem ismert, dokumentálás is sok kérdést vet fel, szóval számos bizonytalanság van körülötte. Nyugat-Európában másképp van ez, sokkal kidolgozottabb ennek a háttere. Gondolod-e azt, hogy ha ezt rugalmasabbá lehetne tenni, akkor ez segíthetne, átjárhatóbbá és rugalmasabbá tehetni a nők pozícionálását a munkaerőpiacon? Azt gondolom, hogy mindenképpen sokat segítene. Tehát, hogyha egyszerűsítenék úgymond ezt a jogszabályi hátteret, hogyha egyszerűsítenék azokat a feltételeket, amivel ez megoldható. Egyébként valóban jellemző Magyarországra egyfajta túlszabályozottság, tehát bürokratikusan működünk sok szempontból, és nyilván ez a cégekre egy nagy terhet ró. De én azt gondolom, hogy ennek alapvetően van egy hagyománya a kétkeresős családmodellnek. Tehát én nem is feltétlenül abban látom a legnagyobb problémát, hogy nem állnak ezek a feltételek rendelkezésre, hanem hogy muszáj nagyon sok esetben elhelyezkedni a férfiaknak is, és a nőknek is, mivel csak így tudják megtermelni a megfelelő mennyiségű jövedelmet a család számára. Én azt gondolom, hogy Nyugat-Európában például emiatt is lehet eltérőbb, mert ott talán jobban megengedhetik maguknak, hogy mondjuk csak a férfi, vagy úgy mondom inkább, hogy csak valamelyikőjük keressen, és mondjuk a párnak a másik tagja pedig akár otthon legyen a kisgyermekkel, vagy akár gondozzon idős hozzátartozókat. Úgyhogy én ebben a két dologban látom ennek a kulcsát. Nyilvánvalóan egyébként a jogszabályi háttér alakítása nagyon fontos lenne, de egy szemléletformálás is nagyon fontos lenne a cégeknél, és ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, amíg ez ki tud alakulni. Mi magunk is a Karrierpont keretében sok olyan szolgáltatással rendelkeztünk, ami kifejezetten a cégek számára volt hozzáférhető. Mindenféle információ ezekkel a rugalmas foglalkoztási formákkal kapcsolatban, jogi segítség nyújtás a cégeknek, érzékenyítő alkalmak, tréningek, de azért mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, amíg ez a fejekben. Tehát amikor a szemléletformálásról beszélsz, ugye gyakorlatilag ugye valószínűleg itt van a kulcs, akkor is, amikor a nők hozzáállását próbáljuk így megvizsgálni a munkával kapcsolatban, vagy akár a saját képzésükkel kapcsolatban, vagy a férfiak hozzáállását, pláne a családalapítást követően még bonyolultabbá is válik ez a kérdés. Hogyha érzékenyítésről gondolkodunk, mit gondolsz, hol van ennek az eleje, hol lehet ezt elkezdeni? Egy munkáltatóval hol kezdesz el tárgyalni erről a témáról? Hát most ezt így nehéz megfogalmazni, hogy hol lehet elkezdeni, mert én azt gondolom, hogy bárhol, ami egyfajta nyitottságot eredményez. Most lehet, hogy ez így nagyon távolról indítok, vagy egy picit ilyen más megközelítés, de nagyon elterjedtek manapság ezek az agilis módszertanok a különböző szervezeti működések tekintetében. Most az agilis módszertannak a sajátossága egy nagyon nagyfokú rugalmasság, egy nagyon nagyfokú nyitottság és empátia azok részéről, akik egy agilis működésben akár vezetőként, akár munkatársként dolgoznak. Azt gondolom, hogy ez a fajta rugalmasság, ami jellemzi a mai kort, a tekintetben, hogy minden cégnek szerintem el kell indulnia ennek a rugalmasságnak az irányába, mert így tud piacképes lenni, így tud sikeresen működni. Tehát ez már önmagában azt gondolom, hogy egy olyan fajta lépés, ami azt is elősegít és magával hozza, hogy akár rugalmas foglalkoztatási formákat be tudjanak vezetni, akár, hogy mondjam, esélyegyelőbb legyen a foglalkoztatás. Tehát ez önmagában lehet az első lépés. Tehát nem is biztos, azt szerettem volna ezzel mondani, nem is biztos, hogy feltétlenül direkt kell egyébként, hogy megjelenjen az erre való érzékenyítés, hogy hölgyeket vagy rugalmas munkaidőben foglalkoztatni, hanem alapvetően szerintem érdemes lenne a cégeknek a rugalmasságát javítani, növelni, és ez már hozna magával ilyen típusú. Ez már sok kérdés megválaszolna a nőkkel kapcsolatban, igen, is, igaz? Igen. Oké, de hogyha visszatérünk ilyen női témákhoz, bizonyára vannak olyan tipikus kérdések, amik egy nő életében a munkaerőpiacon való helyezkedés során megfogalmazódnak, ami egy férfi életében annyira nem fog megjelenni. Össze tudjuk szedni ezeket, amik visszatérőek, és amikre nehéz választ találni, amikor foglalkoztatásról van szó? Például mondjuk a gyermekvállalás után visszatérni a munkaerőpiacra. Mik azok a stádiumok egy nő életében? Mik azok az élethelyzetek, amikor a munkaerőpiac kihívásaival neki küzdenie kell? Vagy mik azok a nehézségek, amikkel szembe találja magát? Csak
csak azért, mert nő. Hát én azt gondolom, tehát itt is tehát viszonylag korai korszakban lehet elkezdeni. Mondjuk én azt mondanám, hogy akár mondjuk az oktatásnál elkezdeni, mondjuk például a felsőoktatásban. Én azt gondolom, hogy még mindig megvannak a felsőoktatásban azok a fajta mintázatok, amiből következik az, hogy a hölgyek valamilyen szinten hátrányos helyzetben vannak, tehát már az oktatás során ez megjelenik. Hogyha például kutatói karriert választanak, akkor ott egyértelműen megjelennek ezek a típusú hátrányok az előmenetel tekintetében. Tehát, hogyha megnézzünk egy felsőoktatási, mondjuk egy végzős évfolyamot, nagyon sok esetben ott még a hölgyek aránya magasabb, és ahogy megyünk, úgymond a tudományos ranglétrán fölfelé, amikor eljutunk oda, hogy professzor, és ott megnézzük, hogy ott mi a hölgyek aránya, akkor azt látjuk, hogy jóval kevesebb. Ugyanez jellemző egyébként ugye a vezetői pozíciókra is. Most azt gondolom, hogy innen elkezdhetjük, tehát már itt az van, hogy én úgy gondolom, hogy jobban meg kell küzdeni egy nőnek, mint egy férfinak. Aztán ugye jönnek azok a típusú kihívások, hogy el szeretnék helyezkedni, de még nem vagyok férnél, még nincsenek gyerekeim, akkor ugye fönnáll ez a probléma, hogy előbb-utóbb lesznek, és akkor én azt gondolom, hogy nagyon sok munkahelyen ez még mindig egy negatív megkülönböztetésként, mert nyilván megvannak a jogszabályok, tehát nem szabad ilyen típusú kérdéseket föltenni állásinterjún, tehát ugye erre azért figyelnek már a munkáltatók, és nagyon sok jó szemléletű munkáltató is van, hozzáteszem, de azért azt gondolom, hogy ez meg tud jelenni szempontként, tehát ez a fajta. És ugye egyébként munkáltatói oldalról, hogyha belegondolunk, én magam is egyébként munkáltató vagyok, nagyon sok kollégám van, mondjuk nekem nagyon sok olyan kollégám van, aki hölgy, aki még nem szült, fog szülni, vagy kisgyerekes családanya. Tehát amikor felvételiznek a hölgyek egy állásra, akkor gyakorlatilag ez biztos, hogy benne van a pakliba. Aztán, hogyha már rendelkeznek családdal, ott vannak a gyerekek, akkor az ismét egy ilyen típusú probléma, hogy hogyan fogja a kihívásokat tudni kezelni. Ugye ez a klasszikus ilyen dolgok, hogy beteg lesz a gyerek, meg otthon kell vele lenni, meg gondozni kell, stb. Alapvetően az a hölgy, aki gyereket vállal, már x évre biztos, hogy ki fog esni a munkaerőpiacról, tehát megszakad a karriervonala, és nagyon nehéz visszatérni, ott olyan szempontból is hátrányos helyzetű lesz, hogy kiesik abból a szakmából, amivel éppen rendelkezik, jönnek esetleg újabb technológiai, vagy olyan tudások, és nem biztos, hogy ezekkel föl tudja venni a versenyt, úgyhogy nyilván is egyfajta hátrány. Ez mennyire a kultúrába gyökerezik? Ezen gondolkodom egyfolytában, mert ez nem feltétlenül kell, hogy így legyen, hogy akkor, hogyha egy nő gyermeket vállal, akkor hosszú időre, évekre eltávolodik a piactól, a munkaerőpiactól, lemarad a fejlődéstől. Vannak olyan országok, ahol nem tudom, a gyermek születése után 3 hónappal akár, vagy 6 hónappal már a nő visszamegy a munkahelyére dolgozni. Az intézményi háttér biztosított arra, hogy azt a kis babát ellássák, vagy ha nem, akkor a családban ezt valamilyen módon megoldják. De a lényeg, hogy a szemlélet az nem az diktálja, hogy otthon maradok hosszú távon a gyermekkel, hanem amilyen gyorsan csak lehet, visszamegyek, és vissza is szeretnék menni. Tehát ez a szemléletformálás, ez nem csak a munkáltatók oldaláról egy érdekes kérdés, hanem a nők oldaláról is egy érdekes kérdés, nem? Tehát van, hogy ez kultúrában is gyökerező kérdések tudnak lenni ezek. Ez abszolút így van. Amiről én az előbb beszéltem, az, amit sok esetben tapasztalok a munkáltatói oldalon, illetve hát ezek sztereotípiák. Én saját tapasztalatból azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon sok olyan kollégám volt, van és lesz is, aki például kisgyermekes anyuka, és azt gondolom, hogy én azt tapasztaltam meg, hogy hihetetlenül lojálisak, nagyon-nagyon megbízhatóak, eszméletlenül jól szerveznek, nagyon nagy a teherbírásuk. Tehát én csak és kizárólag jó dolgokat tudok elmondani arról, hogy ezek a munkatársaim hogyan végezték a munkájukat, hogyan dolgoztak, és hogyan tudtunk együtt dolgozni. Nyilván az én oldalamról meg szükség volt egyfajta rugalmasságra. Szerencsére megtehettem, hogy mondjuk megengedtem neki, hogy akár mondjuk otthonról dolgozzon, hogyha úgy alakul, vagy mondjuk később jöjjön be, hogyha úgy alakul, hogyha problémája van, akkor ezt kezelni és megoldani tudja. Viszont cserébe hihetetlen, fantasztikus kollégákat kaptam. És azt gondolom, hogy ez is egyfajta
Tehát ez az agyban egy váltás, tehát ahogyan te is említetted az előbb, hogy ha el tudjuk engedni ezeket a képeket, hogy a kismamákkal ilyen és ilyen problémák lehetnek, akkor hihetetlenül jó munkatársakat tudunk bennük. És a másik oldala is igaz, tehát amire te utaltál, hogy sajnos nőként a mi fejünkben is benne van ez. Tehát, hát ez az. Erre vagyunk egyébként szocializálva is, tehát alapvetően ezt tanuljuk valahogy kiskorunktól kezdve, hogy nekünk nem lehet úgy, mi nem vagyunk olyanok, mi nem vagyunk egyenértékűek, hogy úgy mondjam, úgyhogy nehéz ebből ilyen szempontból mentálisan nőként is kitörni. Igen, ez egy nehéz út is egyébként nőnek valóban mentálisan ezt bejárni és elfogadni adott esetben, hogyha ő azt választja, hogy családot alapít és gyermeket nevel, és szeretne mondjuk időt is tölteni a gyermekével, mert számára az a prioritás, akkor abban az életnek azon a területén valamiféle kompromisszumot kötni, hogy a munkaerőpiacon nem tud olyan aktív lenni. Tehát ez egy kölcsönösséget, meg egy folyamatos balanszírozás jelent a nőnek is, nem? Illetve a munkáltatóval is nyilván egyfajta transzparencia kell a nő oldaláról is, hogy hol tartok én, és mit szeretnék, és mit tudok adni, és mit várok cserébe. Hát mi minden egyes. Én egyébként ebben nagyon elkötelezett vagyok, és küldetéstudattal rendelkezek, úgymond, hogy ezen változtassunk. Tehát nagyon-nagyon már sok... Pedig, és pedig? Nagyon-nagyon sok női programunk volt, nagyon-nagyon sok, tehát ez a család és karrierpont, ez az X-edik a sorban, de minden egyes alkalommal a legfontosabb az az volt, hogy erősíteni ezt a fajta tudatosságot. Uh-huh. Tehát erősíteni azt a tudatosságot, hogy én szervezem a saját életemet, kezembe tudom tartani, el tudom dönteni, és nyilván megvannak a körülmények, amik figyelembe kell venni, tehát nyilván nem lehet nem figyelembe venni, hogyha van például 3 gyermekem, de mondjuk attól függetlenül nem kell, hogy kiszolgáltatott legyek, attól függetlenül nem kell, hogy én úgy érezzem, hogy értéktelenebb vagyok. Nagyon érdekes. Van egy láthatatlan munka nevű témakör, ami, hát minden a szemléletformálás kapcsán jutott ez most itt eszembe, van egy kalkulátor is, lehet ezzel a kalkulátorral kiszámolni, hogy mennyi az a láthatatlan munka, illetve annak az értéke, amit elvégzünk. Mi az a láthatatlan munka? A KSH-nak van egy definíciója, biztos másoknak is, de nekem itt ez van meg, az a fizetetlen munka, amit a háztartáson belül, vagy önkéntes munkaként a közösség javára végeznek a társadalom tagjai. Szedjünk össze ilyeneket például, mik lehetnek ezek. Neked mi jut eszedbe? Hát ezek a klasszikus háztartási munkák egyébként alapvetően, főzés, mosás, takarítás, illetve hát ide tartoznak, ahogyan az elején is mondtam már, az idős hozzátartozók gondozása, a gyerekek gondozása, bevásárlás akár, vagy akár a gyerekekkel töltött olyan idő, ami az ő fejlesztésükről szól, játékról szól. Na most ennek az értéke hogyan becsülhető meg? Biztos, hogy vannak erre módszerek. Egyébként én is olvastam ilyen cikkeket, illetve mi is ezen nagyon sokat gondolkodtunk, és ebben a projektben is több esetben szó volt, meg beszélgetések voltak e körül. Ezt nagyon nehéz értékesíteni, de nyilván, mivel ez egy munkaidőben kifejezhető egység, tehát azt tudom mondani, hogy mondjuk én, mint anya, én, mint feleség vagy háztartást vívő személy egy nap 6 órát töltök mondjuk ilyen típusú aktivitásokkal, hogyha csak azt mondom, hogy egy minimálbért kötök hozzá, akkor nyilván ez forintosítható. Mindjárt konkrét lesz az értéke. Ugye van itt egy nagyon érdekes közgazdaságtani adat. Azt mondja, ha Magyarországon beleszámítaná a közgazdaságtan a láthatatlan munka értékét a GDP-be, amit egyébként nem tesz meg, a KSH adatai szerint ez a tevékenység a GDP 25%-át tenné ki. Hogyha számokban akarjuk kifejezni a láthatatlan munka értékét, az évi körülbelül 2,6 millió forintnyi munkát jelentene egy személyre számítva, a háztartásban élők felé irányuló tevékenységet tekintve. És ennek a láthatatlan munkának a zömét világszerte a nők végzik. Ez is szám. És ami az izgalmas egyébként, csak hogy valami aktualitást is becsempészek, ez a világszintű pandémia, ez rontott egyébként ezeken a számokon. Sokkal több teher hárul egyébként alapvetően a családokra, de ezen belül is egyébként ismét ugye a nők azok, akik még leterheltebbé váltak. Tehát
az iskoláknak a bezárása miatt a gyerekek otthoni oktatásával ezek az idők, ezek az összegszerűsíthető munkák, ezek még inkább nagyobb terhet rónak most a hölgyekre elsősorban. És hogyha szemléletformálásról beszélünk, gondoljunk bele abba, hogyha akarjuk növelni a nők gazdasági szerepvállalását, ami igény minden oldalról, akkor ezeket a gondozási feladatokat kilátja el. Akkor hogyan? Mert ezeket el kell látni, ugye? Tehát arról közmegegyezés van. Ebben milyen szerepet tud vállalni egy munkáltató? Ebben milyen szerepet tud vállalni mondjuk egy állam? Ahogy az elején is már érintettük egyébként ezt a kérdést, hogy rendelkezésre áll egy intézményrendszer, ami bölcsöde, óvoda, stb. Tehát azt gondolom, hogy az állam egyébként elsősorban ezeken keresztül tudja leginkább ellátni ezt a típusú feladatát, de például finanszírozhat akár olyan egyedi szolgáltatásokat is, mint mondjuk akár ez a mi család és karrierpontunk, mondjuk ez egy ilyen uniós finanszírozásból működött, de akár ilyenekre is lehetőség lenne, hogy az állam szolgáltatásként biztosítsa ezeket. Ha tovább megyek, akkor ugye hogyan lehet még megoldani? Hát fizetős szolgáltatásokkal. Nyilvánvalóan ennek általában az az akadálya, hogy ez egy bizonyos jövedelmi szinthez kötött, tehát nem mindenki engedheti meg magának, és azt gondolom, hogy talán Magyarországon e tekintetben vagyunk hátrányosabb helyzetben, tehát mivel alacsonyak a jövedelmek, ezért kevesen engedhetik meg maguknak, hogy akár babysittert fogadjanak, vagy akár takarító nőt az otthonukba, annak érdekében, hogy besegítsen ezekbe a munkákba. És ha már itt vagyunk a fizetős szolgáltatásoknál, akkor például a cégek itt tudnának bekapcsolódni. Tehát azt gondolom, hogy a cégek számára ugyanúgy fönnáll az a lehetőség, hogy biztosítsanak ilyen szolgáltatásokat a munkatársaiknak, de fönnáll az a lehetőség is, hogy akár saját maguk egyébként intézményeket működtessenek. Tehát bölcsödét, óvodát, van rá példa, egyébként ismerünk. Elkezdeményezések vannak, illetve sok példa van. Igen. Van. Egyébként alapvetően nyilván nagyobb cégeknél, tehát azért a céges szinten is ehhez kell egy tőkeerő. De én azt gondolom, hogy minden cégnek a maga szintjén meg lehetne találni azt a fajta formát, amiben be tud segíteni, vagy amivel ezt meg tudja oldani. Tulajdonképpen egy hajóban evezünk, ugye? Tehát csak ennek a felismerése szükséges. Addig, amíg ez nem történik meg, vagy addig, amíg ez nem lesz rutin, igaz lehet az a mondat, hogy a nő kiteljesedése a munkában az gátlódik, vagy nehezedik, vagy akadályozódik, de jó ez a szó, akkor, hogyha gyermeket vállal? Tehát ez benne van a pakliban a nők életében, vagy ezt számolni kell ezzel? Mindenképpen számolni kell vele, de én azt gondolom, hogy ez egy adottság, hogy az ember nőnek születik, és én megint csak azt tudom erre mondani, hogy mivel ezen változtatni mondjuk nem szeretnénk, és ez a helyzetünk van, akkor egy dolgot tehetünk, ezt megpróbáljuk minél tudatosabban megélni, minél tudatosabban menedzselni saját magunk számára. Tehát nem tudom, hogy behozhatok-e egy ilyet, de jó magam is, tehát 3 gyermekem van, 3 gyermeket neveltem föl, egész életemben dolgoztam, sőt, saját céget alapítottam, és hoztam létre a gyermekeim mellett. Nyilván sokat kellett dolgoznom, nyilván sok energiába tellett ezt úgymond megvalósítani és felépíteni. Én egyébként jó magam bevontam az összes létező családtagot, megpróbáltam föltárni, hogy hol vannak azok az erőforrások a saját életemben, a saját mikrokörnyezetemben. Hál' Istennek egy olyan férjem van egyébként, aki nagyon segítőkész, és mindenben ilyen tekintetben a partnerem volt. És meg tudtam oldani. És valahol úgy érzem egyébként, hogy nagyon sokat épültem ebből, és nagyon, nagyon sokat kaptam, hogy ez egy kihívás, nyilván nőnek lenni, és a munkaerőpiacon ilyen szempontból helytállni, viszont fantasztikus, hogyha az ember meg tudja élni önmagát, meg tudja valósítani. Ennél jobb végszót szerintem nem találhattuk volna. Zsuzsa, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük. Lesz munkavilága 2 hét múlva is. Várjuk Önöket akkor is. Viszontlátásra!